Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Hubian vagyok. Ebben a részben a fejemben van elég sok minden, úgyhogy remélem mindenről fogok tudni beszélni, amit beterveztem. Közben be is lépek. Ez a videó pénteken készül, elméletileg szombaton fogjátok látni, úgyhogy másnap lesz csak föltéve. Na most az a lényeg, hogy a belépéskor, és mindenkitől elnézést kérek, aki esetleg kapcsolatba szeretne lépni velem, de a belépéskor le fogom tiltani rögtön a súgást, és azt is elmondom, hogy miért. Ugye ma volt a TSS nap, és sikerült két DT-ránt is mennünk sikeresen, erről is fogok majd beszélni egyébként. A két DT-ránon kívül igazából egyáltalán nem játszottam, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan írtatok és kerestetek meg, és inkább a kérdésekre válaszoltam, beszélgettem veletek, mint sem, hogy rohangáljak, mert ugye nekem több dolog nagyon nem megy, tehát egyszerűen képtelen vagyok rátok is figyelni és a játékra, ami nem baj, tehát nehogy félreértsetek. Inkább maradtam annál, hogy akkor veletek beszélgetek, és akkor majd játszok máskor. Máskor is lesz majd lehetőség, például most. Úgyhogy éppen ezért most letiltem a súgást, hogy egy kicsit farmoljak, és megmutassam a dolgokat, és akkor így tudok 100%-ban a videóra figyelni. Szóval, ami történt. Most megnyitom a raktárat. Oké. Akkor kezdjük is rögtön egy ilyen icipici nyitogatással. Ugye kaptam ezeket a ládákat egy nézőtől. Ezt a ládát, ezt kaptam, drága köveket, néhányat, és így pont összegyűlt annyi, hogy be tudtam váltani. Szerintem ez a jéggömb, ezt ebben nem vagyok biztos, hogy kaptam, vagy magamtól farmoltam ki, igazából nem is lényeg. A lényeg az, hogy most akkor ezeket kinyitogatom, aztán utána jön a többi. Jó, na nézzük először ezeket. Aquakő láda. Sőt, inkább kinyitogatom. Maradjunk annyiba. Sőt, nem, inkább. Csak az a baj, hogy nem akarom megint azt csinálni, hogy így rengeteget kinyitok, és akkor... Mert akkor tényleg az egész leltáramat ellepi a sok kő. Próbálok sietni, mondjuk ez pont kell. Ez is kell. Szóval van egy mob és egy forte plusz 4. Kőre egyébként már nincs szükségem, úgyhogy megmondom őszintén, hogy lehet, hogy most nem is nyitogatom tovább, és hülyeséget csináltam, mert lehet, hogy akkor kéne nyitogatni, amikor szükségem van rá, úgyhogy most ezt elrakom talomba. Akkor ezt a kettőt nem rakom el ide, mert csurig vagyok, úgyhogy maradnak itt. Nem tudom sajnos, mert mennyik a nyakláncokhoz nem értek. Mármint ugye a plusz 9-es fogalm sincs. Kinyitom ezt a két pandóleum ládát, az elsőből két zöld sárkány baba, ami később majd biztosan jól fog jönni, úgyhogy ennek örülök. Aztán a másodikban pedig sárkányisten támadás van, ami nagyon jó, mert pont kifogytam belőle egyébként, most akkor így lett, hetet kaptam, úgyhogy akkor most így lett. És egy piros limonádét is kinyitok, amiben pedig sárkányisten élet van, ez is nagyon jó, mondjuk ebből elég sok van, de nem baj, elfér. Oké, akkor van még ilyen fejlesztési doboz, ezt viszont mindenképp kinyitom, ugyanis jéggömbre lenne szükségem, erre is rátérek majd. Hát eddig... Hát sajnos jéggömböt szerintem nem kaptam. Nem bizony. Mindegy. Ezeket gyorsan eldobálom. No. Páran feljöttetek TS-re, aminek nagyon örültem, mondjuk a harcosok jelképét elrakom. Szerintem jó volt, én élveztem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, majd még máskor is csinálunk ilyet. És mondtátok, például most akkor a legelső téma az az lett, hogy ugye mondtátok, hogy akár lehetne úgy is, hogy videózok és közben TS-ezünk. Na most ezt akik benn voltak, azoknak is elmondtam, hogy ez nekem elég nagy kihívás úgymond, mert figyelni egyszerre a játékra, hogyha együtt játszunk, figyelni a TS-re, hogy ki mit mond, figyelni közben a PM-ekre és a játékra, szóval ez így, fú, ez így nagyon nehéz, úgyhogy majd erre ki fogok találni valamit. Hogy működhessen, de persze benne vagyok, tehát ugye sokkal színesebb lenne úgymond a videó, hogyha a mások is, ugye akik voltak TS-en, ugye ti ajánlottátok úgymond, hogy ugye színesebb lehetne, hiszen nektek más a véleményetek, nem ugyanaz, mint nekem, és ugye én igazából ha egyszer valamiről azt mondom, hogy én arról azt gondolom, akkor máskor is azt fogom, tehát ugye akkor lehetne egy kicsit ilyen kibeszélősebb a videó. Aztán, na jó, itt valahogy helyet kéne csinálnom. Még fogalm sincs, hogy hogy. Ezek nincsenek. Na jó, mindegy, ebből úgyis csak egy van. Mindegy, ezt is eldobom. És már ezeket a köveket majd akkor nekiállok árugatni, hát ha kell valakinek.
Szóval lehet erről szó, aztán akkor erről ennyit, szóval ez egy jó ötlet, csak ezt még meg kell terveznem, úgymond magamba, tehát itt most csak rólam van szó konkrétan, hogy nekem nehéz ez. A másik, hogy arról is esett szó, az egyik néző megemlítette, hogy ugye a vlogos videóval mi lesz, úgymond. Nem felejtettük el, csak az tényleg ahhoz olyan alkalom kell. Tehát ez nem megy úgy, hogy csak leülünk és megcsináljuk. A képkészítő verseny egy hirtelen jött ötlet volt, és hamar össze tudtuk dobni, bár az is jó nagy előkészületeket igényelt egyébként, mert ugye mivel sose csináltunk még ilyet, ezért nem ment úgy, hogy csak leültünk és elkezdtünk beszélni, hanem azért igencsak nagy munka volt mögötte. Ahhoz képest mondom, hogy ugye sose csináltunk, tehát másnak a vlogjai eset ugye sokkal könnyebben mehetnek, de most nem is ez a lényeg igazából, nem akarok ebbe belemenni. Az a lényeg, hogy az a vlog, amit alapból terveztünk, ilyen mesélgetős, az kicsit bonyolultabb, mint a képkészítő versenyes, ezért nem megy egyik pillanatra a másikra, de én személy szerint szeretném majd ugye idézőesen minél hamarabb, nem tudom, hogy mikor lesz erre, mikor kerül sor rá. Aztán, most akkor térjünk át arra, hogy mi történt velem. Nézem. Nagyon ideges voltam, megmondom őszintén, ugyanis ezt a Zafir kagylót úgy szereztem, hogy rákattintottam az egyik NPC-re, aki vegyes kereskedő mellett áll, most nem tudom, hogy hívják, és csak kíváncsiságból megnéztem, hogy mi ez a Zafir kagyló, és tisztán emlékszem, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a nemre nyomtam, hogy nem akarom előállítani, és mégis előállította, és elvette tőlem az összes fejlesztést, ami szükséges volt hozzá, plusz 10 millió jangot, ha jól emlékszem, és így néztem, hogy mi van. Tehát mondom, ezt nem hiszem el, 100%, 1 milliárd százalékra mondom, hogy a nemre nyomtam. Tehát ebben olyan biztos vagyok, mint ahogy itt ültem, és mégis megcsinálta. Szóval ezt nem értem. Ki sem mertem próbálni azóta, hogy még egyszer megcsinálja, vagy én voltam béna is. Most ennyire biztos vagyok magamban, de közben mégse, vagy én nem tudom, de ez nagyon érdekes volt, na mindegy. Közben nyitottam még egy napelixírt, ami nagyon jól fog jönni. Egyikötök kérdezte, hogy nincs esetleg eladom. Hát igazából van nekem napelixírem, csak nem eladom, mert ez mindjárt lejár az egyik. És én imádom a napelixírt, mert nagyon sokszor jöjjön, amikor nem tudok rendesen figyelni, úgymond a játékra, és akkor így nem halok meg. Úgyhogy erre nagyon nagy szükségem van. A zsugorított fejet azt majd kicsit később mondom. Ugye sikerült meglépnem a 63-as szintet, úgyhogy már közel vagyok a célhoz, ami a 65 lesz, és igazából csak azért szeretnék 65-ös lenni, mert 65-ösen kapom majd meg a következő metinütős küldetést, ha minden igaz. És mivel megléptem a 61-es szintet, ezért föl tudtam venni a Sárkányisten vértet, amit BC-től kaptam, még ugye erről meséltem. Ebbe beleraktam egy életerőkő plusz 4-et azóta, úgyhogy így már teljes a vért. A sólyom pajzsot pedig beoptoltam 5. optra, észre se vettem, hogy nincsen benne, ezt is tőle kaptam egyébként. Ezt én úgy tervezem egyébként, hogy el fogom majd forgatni olyanra, hogy legalább egy 20 ördög immun legyen benne, vagy legalább 15 kivédés, vagy valami hasonló. Ugyanis ugye a csata pajzsom az 20 ördög ájulás immun, lassulás immun, 15 kivédéses, tehát ha ennyire durvát nem is, de valami hasonlót azért majd szeretnék a sólyom pajzsba is beleforgatni, de ez több forgató kell majd, és most nem ez az elsődleges. Aztán vettem sisakot, 20 milláért vettem félelem az plusz 6-ot, kétszer sült a plusz 7-re, úgyhogy nem is foglalkozok vele egyelőre, ez forgatós, semmi értelmes nincs benne, ami nekem kellene. Legalább szeretnék bele mérgezést, TP-reget, TP-veszteséget, esetleg villám, nyílellenállás, nem is tudom, hogy nyílellenállás lehet a sapkába, szerintem igen, úgyhogy az jó lenne bele. Aztán a harakkard. Ugye a harakardot és a fekát nem is húzom egyelőre, ezek maradnak így. A harakardba belement mindhárom kő, hát nem akarom mondani, a krit az olyan nehezen ment bele, hogy már fú, nagyon durva, tehát nagyon sokára ment bele, bár sokak szerint az még nem is volt olyan sok ilyen, nem is tudom, 10-15 darabból próbáltam talán, csak maga az érzés volt rossz, hogy veszem a szilánkszedőt, rakom bele, nem sikerül, megint nem sikerül, stb. Úgyhogy skinkeserves volt, a többi kő egyébként ugyanígy, csak mondjuk nem 10-15, hanem csak pár darab volt, de legalább azok viszonylag gyorsan sikerültek. A feka is végre teljes, abba is belement mindhárom kő, végül úgy döntöttem, hogy TP kő, forté és védelem kő lesz benne. Ebbe volt benne a sietség, véletlenül beleraktam a sietséget, mert ugye a megszokás, hogy GFN a sietség kell bele, és akkor ebbe is rögtön azt raktam, és utólag beláttam, hogy nem sok értem, hogy van szélcipő, szóval ez nem kell. Úgyhogy most lecseréltem a sisakomat, pajzsomat, vértemet, és akkor majd ezek várnak már 67-es és 75-ös szinten. Aztán kaptam ajándékba egy ilyen páncélozott panda pecsétet. Ez egy esetleges nyereményjáték alkalmával majd kisorsolásra fog kerülni, én nem fogom elhasználni egyelőre. Aztán szintén BC-től még kaptam egy ilyen tűzmadárcipő plusz 9-et, amiben
Hát nem is tudom, hogy mondjam igazából, hogy milyen bónuszok vannak benne, mert nem rosszak, amik benne vannak. 2000 TP, 5 ájulás, 20% dupla jank, 20% XP, és 10% kétkezes. Ez jó, viszont a mostani cipőmben 10% crit, 10 kétkezes, 10 nyíl és 8 dupla jank van. Egyelőre inkább ezt használom, úgyhogy nem tudom még, hogy ezzel a tűzmadár cipővel mi lesz. Úgyhogy ennyi. Aztán közben körbenézek, hogy mi történt még. Hát rengeteg követ, meg mindenféle nyitottam. Harmadból is egész sok lett. Itt semmi érdekes. Ja igen, a képességem. Ugye ezt is TS-en is ajánlották, és sokatok úgy gondolja egyébként szerintem, hogy idézőse hülye vagyok azért, mert főúztam a mámor G fölé. Na most a legjobb tudomásom szerint egyébként G1-től már veszi el a védelmet egyébként, ugyanis a képességeknél úgy van, hogy G1-től 6 a plusz passzív képesség, hogyha van hozzá. Most értem ez alatt például a testnél. Ugye eredetileg régen a test azért volt jó nagyon a mentális harcosoknak, mert a test miatt a bosszok például nem löpték el őket, és ez G1-től 6-ot. Tehát én akkor ez alapján arra következtetek, hogyha a mámor miatt növeli ugye az elszenvedett veszteségeket, szó szerint ez van ideírva, akkor ez G1-től érvényes, és M10-en még nincsen ilyen. De engem idegesít, hogy nem maxos, úgyhogy én mindenképp fel fogom húzni P-re, lehet, hogy nagyon megszívom emiatt, nem tudom még, de én mindenképp szeretném P-re kihúzni, úgyhogy ez nálam nem kérdés. Kaptam tőletek ördögűzött, koncentráltat könyveket is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akitől kaptam, hiszen úgymond a ti jó voltatokból tudtam akkor végül is ezt a mámort felhúzni idáig. Akkor egyelőre ezt az akvakő ládát visszarakom ide, mert hogyha nyitok is plusz 4-es követ, már nem tudom hova rakni, úgyhogy már rájöttem, hogy így nem érdemes kinyitni. Az aranybrudak egyébként, amiket itt láthattok, mielőtt bárki elgondolkozik, vagy miért is vannak ott. Azért vannak ott egyébként, mert ugye a képkészítő versenyen 50 millió jangot lehet nyerni, hogyha valaki nyer valamilyen kategóriában, és ugye azért gondoltam, hogy akkor ezt elrakom így, hogy ne is furdaljon a dolog, úgymond, hogy akkor elköltsem, hanem itt van, és akkor majd legfeljebb, hogyha nem váltja be senki, akkor visszaváltom én, de biztosan megvan. És akkor röviden ennyi is lett volna, ha minden igaz, szerintem más nincs. Igen. Na, még valami, de egyébként szerintem én vettem jéggömböt, na mindegy. Volt egy csomó jéggömböm, és vettem is közbe, kaptam is közbe, úgyhogy 20 darab jéggömbből már csak egészen pontosan 4-et kell leadnom. Most gyorsan végignézek még, hát hogyha kapok, vagy találok, de nem találtam egyébként piacon, úgyhogy emberektől kaptam, vettem. Mert piacot azt kifosztották, sajnos. Még valami. Nem tudom, már sajnos nem emlékszem pontosan, kitől kaptam a tippet arra vonatkozóan, hogy a vatkant, hogyha felteszem és teleportálok, akkor ugye úgy marad a pecsét, és lóról ütök, akkor ugye megmarad a hatása. Na most az igazság, hogy nem marad meg a hatása. Ugyanis kipróbáltuk, és tényleg 50-nel kevesebbet sebzek akkor, amikor nem a vatkanon ülök, hanem a lovon. Úgyhogy ez jó ötletnek tűnt, és tényleg logikus egyébként, de sajnos nem így van, tehát ez észrevehetően kevesebbet ütök lóról, hiába van fent a pecsét. Úgyhogy az előző videómban ezt ajánlottam mindenkinek, hogy próbálja ki, vagy használja ezt a taktikát, de most visszavonom, mert én észrevettem, hogy sajnos ez nem így van. Közben ugye a jéggömböt nézegettem, hát itt csak pluszos van. Hát szerintem azóta nem is nyílt új bolt egyébként, úgyhogy lehet, hogy félig meddig tök feleslegesen keresgélek. Hát igen, az is pluszos volt. Most próbálom csak gyorsan végigjárkálni. Eredetileg egyébként ugye mondtam, hogy ma nem fogok készíteni videót a TS miatt. Most annyiba változott csak a dolog, hogy ugye holnap valószínűleg nem fogok tudni videót csinálni, ezért gondoltam, akkor gyorsan még ebbe a kis időbe készítek egyet, és akkor holnap tudok mit feltölteni. Akiktől elbúcsúztam TS-en egyébként, azt tudnotok kell, hogy csak TS-ről kellett lejönnöm, sajnos ott nem tudtam már maradni. Úgyhogy nem titeket akartalak lerázni, vagy ilyesmi, nehogy félreértsétek, hanem csak szimplán sajnos onnan le kellett jönnöm. Bezzeg orfog az van. Kár, hogy az már rég kész. Na mindegy, akkor viszont nincs más hátra, mint előre. Elmegyek Sohanra metint ütni, mégpedig így. Azt mondja, hogy lungsam, szellem. Oké. Okay. Ja, Istenem, nem. Nem lehet teleportálni kereskedés után. Nem tudom, hogy miért, de mindegy.
Mondjuk van benne logika végül is, de mindegy. Hú, ja igen, na, még jó, hogy eszembe jutott, szóval a DT-re ránoztunk, és nagyon sikeres volt egyébként, sajnáltam az első kört, Krotosszal mentünk, és Barnával hárman, és szegény Krotoszt a 8. emelet után, vagy még a 8. nem is tudom pontosan, ledobta, teljesen tehát elszállt neki a kép, és sajnos ő nem tudott részt venni velünk a 9. emeleten. Ezt nagyon sajnáltam, mert szegény, ha már odáig feljött velünk, azért tök rossz volt, hogy nem tudja folytatni, és nem tud nekünk idézőlesen segíteni, vagy ugye részesedni a dropból, de bakker, tehát fölmentünk kaszásig, ketten leütöttük, és tudjátok mi volt az összvíz dropja? Egy darab zsugorított fej, egy darab összvíz, egy darab zsugorított fej, semmi más. Se kaszásláda, se lengendása, aki mi a, se semmi. Úgyhogy néztünk nagyokat, aztán megbeszéltük, hogy ó, menjünk még, biztos, tovább kezdtük, Rufus minden volt, és megbeszéltük, ó, menjünk még egyet itt CH-től, mert hát csak, nem tudom, most pont olyan hangulata volt, hogy opá, ez a pont én beszélek a Rufusról, meg a kesztyűről, az fönn sincs. Menjünk még egyet, hogy hát csak pont akkor rossz kedve volt a kaszásnak, vagy ilyesmi, és akkor ugye azért nem dobott. Felmentünk még egyszer, na most ez is, fú, nagyon, ezt nem is értettem egyébként, azóta se értem. Heten indultunk, és a 9. emeletre valahogy eltűntek az emberek. És a 7. emeleten, mikor felértünk, a 9. emeletre, mikor felértünk, már azt vettem észre, hogy a csoportban csak 3-an vagyunk fönt. És így kérdeztem a többieket, hogy hol vagyunk, vagy most ilyenkor mi van. És így teljesen eltűntek az emberek, ezt így nem, egyszerűen nem értettem. Úgyhogy... Úgyhogy nem tudom, hogy hol lettek, sajnálom, hogy ők nem jöttek velünk tovább. De az a lényeg, hogy felmentünk ugye újra, most már Krotos is sikeresen felért velünk, és persze, hogy adok potit. Levertük újra a kaszást, egész gyorsan ment, és megint ugyanaz dobta, egy darab zsugorított fejet, és így néztünk, hogy most ilyenkor mi van. Szóval most, tehát nem tudom, nem értem. Tehát sokkal nagyobb nálunk a kaszás, tehát elvileg pont, hogy jónak kéne lenni a dropnak, ha úgy van. Most még azt tudom elképzelni, hogy alapból így lett kitalálva, vagy alapból nem dob mást, de hát ez nagyon gáz, tehát oké, hogy a zsugorított fej kell a ördög katakombájába, de amúgy is, ha jól tudom, ha jól emlékszem, így is úgy is 3 darab kell egy embernek. Na most, ha egyesével dobja a kaszás, akkor hány kört kell menni ahhoz, hogy egy normális csapat ki tudja vinni DC-t, szóval jó, persze gondolom, lehet, hogy sér is lehet venni egyébként, nem tudom, de nagyon gáz, tehát ez így nagyon-nagyon dura volt. És ugye mi úgy hallottuk egyébként, vagyis hát Barna világosított föl egész konkrétan, hogy ugye a kaszás, ő is ugye hallotta, hogy a kaszás dob legendás alkimiát, ehhez képest nem, tehát nem az, hogy legendás alkimiát, semmit nem dobott konkrétan. Úgyhogy ezt most így nem értettem, de mindegy. Lépjünk túl rajta. Közben innen mi fogyott el? Ó, bakker az MP poti. Na mindegy, mégis jó nagy MP elszívásom van, úgyhogy nem is annyira kell. De mindenképp megyünk majd még ilyen CH-s dolgot, úgyhogy igazából nagyon jó. Nagyon jó kis csapat gyűlt össze egyébként így a CL, úgyhogy bátran jelentkezzen, aki szeretne. Még egyszer elmondom, hogy ugye sokan írtok napközben, és nem mindenkinek tudok 100%-osan gyorsan válaszolni. Sokszor van olyan, hogy mire válaszolok valakinek, már lelép, aztán fölép újra, megint rám ír, és mire válaszolok, megint lelép. Ez tényleg ne haragudjatok, csak nagyon sokan írtok rám, és most éppen ezért gondoltam azt, hogy most inkább ne is írjon úgymond senki, és elnézést kérek mindenkitől. Remélem, hogy megértitek a helyzetem, mert nagyon nehéz egyszerre irogatni és játszani. Közben ott van, ez, megtaláltam még egyet. De igyekszem, tehát szó sincs olyanról, hogy nem szeretnék válaszolni, hanem inkább a nem tudok kategóriába sorolom be az én státuszomat. És első körben ennyi jutott eszembe egyébként. A hadszögletű kincses láda, fogalm sincs mit dob ezen a szerveren. Szerintem nem nyitottam még egyébként, úgyhogy most kíváncsi vagyok. Az első, hoppá, páncélozott panda pecsét, hoppá. Az jó. Igaz, nem ad semmit, de biztos jól néz ki, úgyhogy ez királyság. Legalább a közelgő, vagyis hát nem tudom, hogy mennyire közelgő nyereményjáték, mert én imádom az ilyeneket.
bocsánat, osztogatni is a dolgokat, meg csak hát legyen valami értelme. Tehát oké, hogyha valaki rám ír, hogy nincs esetleg ez, az, amaz, akkor megmondom őszintén, az úgy nincs. Tehát ha én adok, akkor szívesen adok, de hogyha kérnek, akkor az úgy már annyira nem. Tehát remélem, hogy ezt megértitek. De az ilyen nyereményjátékok alkalmával nagyon szívesen kisorsolom azokat a dolgokat, amiket én nem használok, úgyhogy ezen nem újjon. Közben pásztázom a területet, hogy... Ah, ott van még egy. Oké, felülök. Hát persze, hogy jó. Bejöttök elém, nem baj. Hú, na. Hát röviden és tömören ennyi lett volna a lényeg, mármint amiről mindenki beszélni szerettem volna. Most nem jut eszembe egyébként más, amiről még szó kellett volna, hogy legyen. Szerintem ennyi egyébként. Sok tanáccsal és tippel láttatok el mind játékon belül, mind pedig a videózással kapcsolatban. Még két dolgot szeretnék megemlíteni, mégse végeztem. Az egyik az az, hogy eddig néhányan, páran kérdeztétek, néhányan páran, igen, hogy milyen programot használok, vagy mit használok, hogyan használom a videó felvevéshez. És hát elég rosszul esett, megmondom őszintén, hogy amikor a válaszom az volt, hogy nem mondom el, én próbáltam viccesen kifejezni magam, de nem szeretném elárulni egyébként, amikor ezt a kérdést úgymond visszautasítottam, hogy nem igazán szeretném elmondani, akkor nem éppen kaptam olyan választ, hogy megértő lett volna az illető, amit sajnálok, mert ne haragudjatok, de nem szeretném elmondani, és ennek megvan az oka egyébként, amit biztos nem fogok videóba elmondani, sőt igazából javarész senkinek. Ha páran sejtitek, akkor jó, de nem fogom elmondani. Úgyhogy légy szíves, ne is kérdezzétek. Ha valaki valaha videózásra adja a fejét, vagy ilyesmi, akkor úgyis szembesülni fog. Én se kérdeztem senkitől, én is magamtól jöttem rá, tehát rá lehet találni azért az ilyenekre. Ez lett volna az egyik. A másikat pedig a mondandóm közben félig meddig elfelejtettem, úgyhogy most gondolkozom. Ja igen, tudom, szóval a videózásra is tettetek javaslatot, hogy ugye volt például, aki ajánlotta, vagy mondta, hogy ha esetleg rövidebb videókba, tehát videók lennének, mint mondjuk régen, közben megnézem, hogy mit írt nekem. Na, kiment neki plusz 9-re a fekete vasvért. Pillanat, csak felszedegetem gyorsan dolgokat. Oké, ezt sárkányövény nem kell. Szóval tettetek párom javaslatot a videóra, például ugye, amit már... Tehát most újra kezdtem mondandómat, szóval... Például arra, hogy ne legyenek ilyen hosszúak a videók, inkább kicsit tömörebb és lényegre törőbbek, de annyi visszajelzést kaptam, hogy ezek a hosszabb videók jobbak, mert szívesen hallgatjátok, hogy én miről beszélek, mi a véleményem, és arra az elhatározásra jutottam, hogy maradni fog ezek a hosszabb videók. Persze biztos lesznek rövidebbek, például ugye, mint az előző Hearonos videó, hogy csak gyorsan a lényeget el akartam mondani a TS-ről, hogy már pedig van, és akkor ilyesmi. De alapvetően hosszabb videók lesznek, és nem szeretnék visszatérni azokra a rövid 10 percesekre, mint az elején, hiszen azokban nem is igazán beszéltem, ott tényleg csak és kizárólag az volt a lényeg, hogy mit csinálok, tehát ott csak a farm és a egyebek voltak a lényeg, de azokban nem tudtam annyira kifejteni, hiszen az a 10 perc az nem sok mindenre elég. Állandóan le kellett állítanom a videót, egyebek, plusz ugye én már említettem, hogy nem használok semmilyen videóvágó programot, semmilyen hasonlót, amivel megmanipulálnám a videót, tehát én teljesen nyersen töltöm fel. Jó, persze volt eddig egy kivétel, ha jól emlékszem, ugye nyereményjátékos videó, amiben sajnos becsúszott egy kis baki, és azt kénytelen voltam orvosolni, de alapvetően én nem nyúlok hozzá a videóhoz. És én pont ezt szeretem, tehát én nem szeretnék foglalkozni mindenféle ilyen manipulálós dolgokkal, hanem azt töltöm fel, amit én fel is veszek, tehát így nyersen. Úgyhogy ezért van az, hogy akkor maradok inkább a hosszabbaknál. Azért, hogyha esetleg kifogyok a témákból, elakad a szavam úgymond, vagy nincs értelme annak, hogy azt a részt fölvegyem, akkor persze megállítom a videót, hiszen feleslegesen nem szeretem, hogy várjatok. Tehát én úgy érzem, megmondom őszintén, hogy a videóimnak a nagy része, tehát azért a 50% fölött van az arány abban, hogy mi az, ami értelmes, mi az, ami nem. Tehát persze tény és való, hogy van sokszor, hogy úgymond a semmiről beszélek, tehát próbálom kitölteni csak az időt, de próbálom ezt a minimálisra szorítani, tehát szeretném, hogyha értelmes tartalommal lenne kitöltve a videó.
Úgyhogy ennyi. Tehát a végszó az az, hogy maradok a hosszabb videóknál, és sajnos aki emiatt nem néz esetleg, ugyanis egyszer már említettem egyébként, hogy amikor én annak idején videókat néztem, ugye amióta én videózok már, ez már nem nézek igazából videókat, mert minden időmet leköti a metin és a videóknak a gyártása, úgymond. De amikor még én is régebben videókat néztem, én említettem, hogy ugye én sem szerettem a hosszabbakat egyébként, tehát ami mondjuk 4 óra 20 percnél hosszabb volt, azt már én sem szívesen néztem meg. Hoppá, közben a kesztyű elmúlt. De vannak, tehát mondom, többen mondtátok azt, hogy inkább a hosszabbak legyenek, amiben több a... Hát amiben inkább így megszakítás nélkül csinálom a dolgomat, úgymond. Hú, jó, szerintem most már tényleg ennyi lett volna. És ez nem lesz egy ilyen ordinári hosszú videó egyébként, mert igazából amit elmondtam, az lett volna a lényeg, és most már csak itt ölögetek. Ami még tervben van, esetleg még ezt el tudom mondani, ugye a harakkardot mindenképp tovább forgatom, legalább a cél az a 30 AK, legalább, tehát 29 AK még nem elfogadható. 30 AK fölött akármi megy bele, hagyom a fenébe, egyelőre persze. A fekában van 2000 TP és 10% TP veszteség, de az sem túl jó egyébként, mert semmilyen más értelmes opt nincs benne, úgyhogy az is tovább fog forogni. Viszont mivel van benne 2000 TP, meg a 10% TP veszteség se annyira rossz, ezért egyelőre marad. Na, köszönöm szépen, legalább nem kell rohangálni, közben felveszem a kesztyűt, mert elfelejtettem. Igen, aztán ugye, ja igen, hát a sisakomat kéne forgatni majd, a pajzsot is forgatni kéne, és lényegében még ugye a fekát és a harakkardot kell majd húzni, de csak akkor, hogyha már elérem azt a szintet, tehát a fekát se húzom most egyelőre, tovább még nem leszek 67-es. Na, még egy gömb, aminek nagyon örülök, mert kéne a bioshoz. És ennyi. Ezt már egyszer elmondtam, vagy TS-en mondtam, inkább így fogalmazok, ugye az egyik játékos, akivel beszéltünk TS-en, kérdezte, hogy a Sárkányisten vért eladó lesz-e majd, hogyha kinövöm, és neki is elmondtam, de most itt is elmondom nektek, hogy az ilyen nagyobb kaliberű cuccok, amiket én nem használok, azokat mind nyereményjátékra fogom szánni, nem fogom eladni őket. Próbálok gazdálkodni abból a pénzből, amit a fejlesztések és az apróbb dolgoknak az eladásából szerzek, tehát mondjuk ha ugye múltkor kisorsoltam pár tekercset például, de most, hogyha egy-egy darabokat nyitok, akkor azt inkább eladom, sok kicsi pénz, tehát én a sok kicsi sokra megy elvet vallom, úgyhogy minden pénz jól jön, persze rengeteg mindent eldobálok, amire nincs szükségem idézőjelesen, hiszen így is csurik vagyok, és én mondtam már egyszer, hogy nagyon szeretem a rendet, tehát amikor így például így fullon vagyok, egy leltárral, na hát én azt kifejezetten rühellem egyébként, szóval minél előbb próbálok megszabadulni tőle, vagy eladás, vagy valakinek olyannak odaadom, akinek szüksége van rá, de nem szeretem, hogyha tele van a leltár. Úgyhogy, tehát így folytatva az előző gondolatot, a nagyobb dolgokat nem adom el, nem is adom oda senkinek úgymond, csak úgy, hanem mindenképp valamilyen nyereményjáték vagy ajándékozás útján fogom odaadni, amit én fogok meghirdetni, tehát kérlek titeket, hogy ne úgy külön rám írjatok, hogy nektek kellene és odaadom el, hanem majd meg lesz úgymond hirdetve, hogy milyen úton, módon juthatok esetleg hozzá. Aki részt vesz benne, annak van esélye megnyerni, aki nem, az nem. Közben nézelődök, de elvesztettem a fonalat a Metinek terén. Hoppá, ott van. Pardon. Ja, közben egyébként tök jó, már itt hever ez a 6 szögletű kincses láda, már jó régóta észre sem vettem. Mégpedig rózsaszín harmad. Egyébként nem tudom, hogy hol van? Ez miért pont rózsaszín? Szerintem ez rohadtul narancsárga, de mindegy. Nem lényeg. Jó. Miért nem látom a Metin életét? Most ilyenkor mi van? Na most jó. Oké. Hát mennyi is kell? 4 darab, ugye? Jól emlékszem. 4 darab jéggöm kell. Na most abból 2 van. Igen. Úgyhogy még 2-t ki kéne ütni legalább ahhoz, hogy valami kevés esélyem legyen ahhoz, hogy sikerül leadni őket. Mondjuk azt nem bánnám, ha még ma sikerülne. Mármint, hogy úgy még ma, hogy ebben a videóban. Hoppá, lélekkő. Na, az jó. Azt mondja, jégkocka, koncentrált olvasás, 6 szögletű, optoló, forgató, minden van.
Oké. Skorpiófű nem kell. Hűha. Megint, tehát, na, azért mondom, tehát ne bújjatok el, mert úgyis megtalállak. Azt mondja, hogy sötét kő nem kell, plusz 3-as kő nem kell, 6 szögletű, ismeretlen gyógyszer plusz. Ez most komoly? Hát jó, mondjuk az is biztos jó valamire igazából, de jobban örültem volna, hogyha valami értékes vagy izgalmas van benne. Jó, na most azt mondja, hogy egyébként miért is nem olvasok lélek? Követ? Szerintem nem volt koncentráltam. Ennyit kiütöttem volna, észre se vettem. Akkor viszont olvasok a mámorhoz. Hadd legyen pés. Igen, tudom. Oké. Oké. Egyébként majd az egyik kedves nézőtől kaptam rengeteg fehér, kék és vörös gyöngyöt. Egészen pontosan VPSTF-utól, még a tegnapi nap folyamán fejleszteni. Úgyhogy, ha megleszek 75-ös vagy 70-es, akkor a hoppá sikeres G6. Akkor a fekát és vagy a harakkardot, azt majd videóban fogom húzigálni, hogy ti is lássátok, mennyire könnyű vagy nehéz esetleg. Na most eldöntöttem, ezt is az ő hatására egyébként, hogy akkor nem fogok varázsfémet venni, hanem csak sima áldástekit vagy sárkányisten tekercset fogok használni. Aztán hadd menjen össze-vissza, csak persze meg kell tudnom, hogy milyen fejlesztések kellenek hozzá, hogy fel legyek készülve, aztán akkor remélem, hogy egy húzóra meg lesz a plusz 9, és nem kell megszakítani a dolgot. De ehhez ugye elsősorban szint fog kelleni. Jó, akkor közben nyomom a következőt. Most akkor elvileg G6-os, hát P-s most biztos nem lesz, még ha mindegyik sikerülne, akkor sem, mert nincs annyi koncentráltam. Igen, tudom, mehet. És sikertelen, hát ezt kigondoltam volna. Mostanában egyébként a mámornál alig sikerült egy-két lélekkő, tehát 5, G5-ig ment föl, 11 darab vagy 12 darab lélek. Mondjuk ez nem is olyan rossz, most így belegondolok, akkor nem szóltam semmit. Végül is, hogy fele arányba sikerült vagy nem. Hopp, ez is sikerült, viszont ott egy jéggömb, az nagyon jó. Na akkor még egyet olvasok. Igazából azért nem akarom elfogyasztani se az ördögűzőt, se a koncentrátot, hogy a helye meglegyen. Még egy jéggömb, nagyon jó. Hogyha kap. És még egy jéggömb. Na, hát ez már tetszik. Alatta most akarok. Ez az sikertelen. Mi van? És ennyire leugrott volna. Ez kemény. Pedig azt hittem, hogy ha alatta most leszek, akkor sikerül, de mindegy. Azt mondja, hogy forgató, ördögűző, könyv, pergamen, mindenféle dolog, királyság. Nézzük, ebből is skorpiótűn nem kell, harcosok plusz 2 nem kell, leshely nem kell. Hát most vissza zembabozom magam. Egészen, teljesen mindegy. És nem szeretem beírogatni ezt a fejlesztőt, mert fél óra, mire előhozza nekem azt a kis ablakot. Jó, hú. Igazából most azon gondolkozom, hogy tehát, hogy akartam-e még valamit mondani, de szerintem nem. Úgyhogy lényegében ennyi lett volna a videó, és akkor mire ti látjátok esetleg ezt a videót addigra, ugye előfordult, hogy megint tudunk TS-ezni, de ezt nem ígérem, mert a hétvége az Heoron szempontjából egy kicsit necces, sőt nagyon necces, ugyanis a hétvége az a GF-re és minden másra van számva, így a való életbe, úgyhogy sajnos a Heoron a hétvégén kiesik. Persze ez kárpótolja az, hogy hétköznap szinte csak ezzel játszok, vagy játszunk, ugye együtt veletek. Azt mondja, hogy igen. Azt mondja, mi van még itt? Optoló, láda, Heoron jegy, fejlesztési doboz. Remek. Hoppá, penge! Azt talán az egyik céta kérte is, hogy rakjam el neki, úgyhogy majd írom neki, hogy megvan. Na, szia jéggolem. Mondom, szia. Oké. Jól van. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Én Huvian voltam. Sziasztok!